negyedik éve rendezzük Kaposváron ezt a megyei versenyt. Azt látjuk minden versenyen, hogy egyre több nevező van, és egyre nagyobb a kedv. Mind a negatív, mind a pozitív kritikák, amiket a bírálati lapokon szépen kielemzünk egy-egy tétellel kapcsolatban, mindenképpen építő jellegűek. Tehát megfogadják a tanácsainkat. Mindenképpen várjuk az újdonságokat, és mindig vannak meglepetések új párlatokkal, belépők. És inkább azt mondom, hogy a házasításokban is elég jól szerepelnek. Tehát vannak meglepő tételek, és nagyon bátrak az emberek, és ezt jó látni. És bizony sokszor tényleg meglepődik a zsűri, amikor olyat kóstol, ami eddig még nem. Vagy nagyon keveset, tehát a vad gyümölcsökbe is egyre szebben kerekednek ki az ízek, de ezek a kombók, amiket házasítanak, vagy együtt főznek, azok nagyon szépek tudnak lenni. Tehát nagyon sok lelkesedést látunk abba az irányba, hogy nyitnak kifelé, minden inkább nyitnak kifelé a gyümölcsök és a zöldségek felé is, akár a párlat és pálinka készítő barátaink. Ezek közé sorolnám például a sompálinkát, ami Somogynak most szívügye, meg a pálinka bíra körökbe is azon dolgozunk, sőt az agrárkamaránál, és nemzeti agrárkamaránál is azon dolgozunk, hogy eredetvédett legyen a somogyi som pálinka, hogy a miénk legyen végre egy eredetvédett pálinka. Tehát nagyon szép sompálinkákat kóstolunk, és nagyon várjuk az új tételeket ebből. A verseny hitelességét igazolja vissza a megfelelő számú nemzetközi pálinka bíra, természetesen a somogyi pálinka bírákkal együtt, konszenzusra jutva fognak bírálni, amit összefog egy olyan ember, aki országosan nagyon sok champion díjat hozott már el, most is Gyulán, ő lett az ország legeredményesebb magánfőzője, ő dr. Gyenesei István, a Somogy megyei bor és pálinka verseny versenyigazgatója. Tehát egy olyan ember fogja össze ezt a szakmai zsűrit, aki igazán ért a pálinka készítéshez. És köszönjük neki ezúton is a segítségét. Idén is felkértük a társadalmi zsűrit, hogy bírálja le a pálinkákat, a legjobb pálinkákat és párlatokat, hiszen a szakmai zsűri ismét kiválasztja a legjobb pontszáma, a legmagasabb pontszáma rendelkező és legjobb ízű champion pálinkákat. Ezekből fog a társadalmi zsűri saját hétköznapi, idézőjelben hétköznapi szájíz szerint választani, és nagyon reméljük, hogy a szakmai zsűri és a társadalmi zsűri véleménye majd találkozik valahol, mert az a cél, hogy a szakmai zsűri hátradőlhessen, hogy jól végezte a dolgát. A társadalmi zsűriben Kaposvár megyei jogú város és Somogy megye közéleti szereplői fognak részt venni. Jó magam be is ülök ide a társadalmi zsűribe, észrevételeimet lejegyzetelve segítsem ezt a további versenyeknek az alakulását. Mivel a társadalmi zsűribe a nem szakmai szemmel bíráló emberek saját ízlésükre hagyatkozva sokszor olyan dolgokat fogalmaznak meg, saját szavaikkal, amivel bővíthetjük a következő pálinka versenyünk szókészletének a mennyiségét. Tehát olyan szavakat és kifejezéseket mondanak ki akarva akaratlanul, ami számunkra nagyon fontos. Ez alapján sokkal objektívebb bírálati lapot tudunk készíteni, sokkal jobban át tudjuk adni az indulónak a pozitív és negatív kritikákat, vagy gondolatunkat a pálinkáról. Május 4-én egy gála vacsorára várjuk az indulókat és családjaikat, barátjaikat, hozhatják ismerőseiket, hiszen ez egy nyílt rendezvény. Egy nagyon jó hangulatú, díjkiosztó gála lesz, ahol átadjuk az eredményeket, az érmeket, a champion díjakat. Majd később egy vacsora után a jó hangulatról a senior együttes fog gondoskodni, a welcome drinkről pedig a Gábor és Pálinka ház. Nagyon reméljük, hogy hajnalig tartó, beszélgetős, táncolós rendezvényt sikerül ismét összehoznunk. 250-300 főre számítunk. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk.